Szervusztok, Peti vagyok, és a Zava Group média csatornát nézitek. A mai nap egy aktuális témáról fogunk beszélni, méghozzá arról, hogy hogy néz ki egy halláscsökkenés, mit jelent az, hogy otoszklerózis, és mit jelent az, hogy stepes műtét. Valamint beszélünk a műtét menetéről, következményeiről, veszélyeiről, és esetleges komplikációkról, amiben nekem sikerült beleszaladnom. Tehát vágjunk bele! Az Én Kálváriám 2016-ban indult, amikor is először azt észleltem, hogy a fülemben nyomásváltozásra ilyen pattogó zaj keletkezik, valahogy így kell, hogy elképzelték magatoknak, amikor mondjuk repülőre ültem, vagy az csupán az autóval, ha az autó dombra, föld dombra re, e, autóztam, akkor mindig ezt a patogást hallottam a fülemben. Majd körülbelül 6 hónappal később, szintén körülbelül 6 hónapos időtartamon keresztül egyre jobban csökkent a hallásom, mindaddig, amikor már mínusz 45-50 decibeles hallásvesztésem volt a jobb oldalon tehát gyakorlatilag ezt így kell, hogy elképzeljétek magatoknak, így Youtube-on nehéz bemutatni, mert sokan csak egy telefonon nézik, de az egyik fülemre ennyit hallottam, pontosabban ennyit nem. Ez alatt a hat hónap alatt több fülorgégészt megkerestem, és gyakorlatilag mindegyik elvérzett. Volt, aki azt mondta, hogy örökletes, volt, amelyik megpróbált egy pici csövecskét berakni a dobhártyámba azért, hogy ezt a nyomás-kiegyenlítés problémát megoldja. Jelzem, nem oldotta meg. E, az hozzá tartozik, hogy ezt a csövet berakni, ez egy ilyen nagyon pici kis, e, műanyag csövecske, egyáltalán nem fáj. Ma mondjuk abból, hogy pillanatok alatt megcsinálja, semmit nem érzel belőle, ellenben néhány órával, nappal később érzed, mint hogy egy nagyobb fika lenne a füledbe, kicsit zavaró, de semmi más. Ellenben az én problémámat nem oldotta meg, ugyanúgy pattogott a fülem, és ugyanúgy nem hallottam semmit. Majd végső elkeseredésemben elmentem egy Amplifon hallókészülékeshez, ahol a srác hozzáteszem, hogy először végigcsinált velem egy olyan hallásvizsgálatot, amit később csak az egyetemi klinikán csináltak velem. Körülbelül 20 percet ültünk ott, megvizsgált mindent a fülemem, és azt mondta, hogy ő nem ad nekem hallókészüléket, hanem menjek el normális fülorgégészhez, a normális fülorgégész küldjön el Erlangenbe az egyetemi klinikára, ahol a fülorgégészek atyai vannak itt Németországban, és ők meg fogják tudni még menteni a hallásomat. Így is tettem, elmentem a fülorgégészemre, ő nem nagyon volt elragadtatva attól, hogy bárki más mondja meg neki, hogy mit kell velem csinálni, de végül is írt egy beutalót Erlangenbe. Ha ugye először oda telefonálsz, kérsz egy időpontot, miután kezedben van a beutaló, elmész, leülsz az ambulanciára, ha nem vagy elég rámenős és nem kopogtatsz be minden ajtóba, akkor egy egész napig is eltarthat. Én azért egy kicsit nyomultam ott, és egy fél nap alatt megvolt a vizsgálat, és a kedves professzor ott megállapította, hogy nekem otoszklerózisom van, és feltételezi, hogy a stepes, tehát ez a kengyel nevű csontocskám, össze van csontosodva annak a talpával, és ezért nem megy át a hang teljesen a külső fülből a belső fülbe. Ezt úgy próbált lehet elmagyarázni, ezt a fülklinika.hu Oldaláról mentettem ezt a képet. Gyakorlatilag a folytonos piros vonal az a hang, amit a füleden keresztül hallasz, a szagatott vonal pedig az a hang, az a vizsgálat, amikor a füled mögé a koponyára tesznek egy hangszórót, az a keményebbik cucc, és a koponyán keresztül mennyit hallasz a hangokból, és ez a különbség itt, amit láttok, ez az, hogy a külső fül és a belső fül között nincs megfelelő hang átvitel, hisz a belső fül gyakorlatilag tökéletesen hal ebben a tartományban, mondom, ez nem az én képem, viszont a külső fülön keresztül, itt ennél a úrhölgynél, valószínűleg 40 decibellel hangosabban kell, hogy szóljon az a hang, hogy bejusson a belső fülbe. Ezután az egynapos vizsgálat után az a küldenek haza, hogy meg fognak műteni, és hívni fognak, hogy körülbelül 4 hét múlva, mikor van időpont. Tehát nekem szerencsén volt, mert két hét múlva hívtak, hogy valaki lemondta az ő időpontját, úgyhogy van egy üresedés, ha akarom, akkor megműtenek engem hamarabb. Ez a műtét gyakorlatilag arról szól, hogy kinyitják a dobhártyát, belenéznek a belső fületbe, megalapítják, hogy ez a feltételezés, hogy a csont elmeszesedésről van szó helyes, és kicserélik titán implantátumra a csontot, vagy hogyha valamilyen más olyan rendellenességet találnak, ami javítható egy műtéttel, akkor azt azonnal megcsinálják. Tehát így gyakorlatilag egy macska. kinyitják, belekukkantanak, és eldöntik, hogy lehet-e belekezdeni valamit, vagy nem, és hogyha lehet, akkor azt egyből meg is csinálják. Eljött a műtét napja, ez a műtét gyakorlatilag egy rutin az ő számukra. Úgy kell elkészülni, hogy ugye át kell öltözni, vagy hát inkább le kell vetközni a műtéthez, föltolnak egy előkészítő szobába, ott át kell feküdni egy másik ágyra, betolnak egy ilyen előkészítő szobába, berakják a kanülöket, a, a kis csöveket rád akasztják, és gyakorlatilag Engem betoltak a szobába, már ben volt egy srác. Egy perccel később őt kitolták, az ő helyére betoltak egy másikat, és egy perccel később én mentem a műtőbe, tehát futószalag. Mindenki nagyon aranyos, bekülsz a műtőbe, jön egy néni vagy bácsi, azt mondja, hogy akkor, na most elmegyünk aludni, számolja le 1-től 10-ig, 4 dél 5 dél én már nem voltam ott. És ekkor következik az egész procedulának a legrosszabb része, a fölébredés, mert egy tubussal, egy csővel a e, torkodban ébredsz. E, ugye mondják neked, hogy lélegez normálisan, nem működött, én nem tudtam vele lélegezni, hogy egyből kiszedték a tubust, az, hogy kiszedik, az is egy kicsit fáj, meg a füled is fáj, meg szédülsz, mint állat, meg zúg a füled. Kicsit hányingered is van, most a tubustól vagy a szédüléstől tök mindegy, de nem kell félni, mert a néni, aki ott volt, tök aranyos volt, és egyből hoztak a kis vesetállat, hogyha hány nem kell, amúgy nem hánytam. És jönnek a műtős fiúk, ők átraknak egy másik ágyra, pontosabban engem inkább megkértek, hogy mászak át a másik ágyra, mert azért 150 kilót leejtenek, akkor én nagyot puffanok, úgyhogy ez legyen az én felelősségem átmászol a másik ágyra, tehát egy arra az ágyra, amivel följöttél a saját ágyra, leküldenek a kórtermedbe, és ekkor kezdődik egy hét benfekvés a kórházban. Igazából egy-két napon belül teljesen jól érzed már magad. Ha nyilván van valami némi fájdalom nekem, itt egy kb. egy másfél centit vágtak föl, van akinek a fül mögött vágják itt végig, nekem itt szerencsém volt, hogy itt van egy icipici vágás, amit egy vagy két öltéssel vartak össze, és egy hétig kell lenni, ez alatt rendesen fáj a fület, fejed, szólsz, kapsz gyógyszert, elmúlik, és kapsz kortizont. A kortizonról majd még beszélünk, az a lényege, hogy a kortizon a szédülést és a fülzúgást hivatott elcsillapítani, hisz kijössz a műtétből, még rosszabban hallasz, mint előtte, mint mondtam, fáj a fejed, és őrgyítő van, gyakorlatilag így kell elképzelni, és ez megy 24 órán keresztül, lehet kérni altatót, mert ezzel nehéz aludni, de elmúlik. Viszont a fül hallásod az nem jön vissza azonnal, kijereztenek a kórházból, akkor elmész a házi orvosodhoz, pontosabban a házi HN orvosodhoz, ő még kiér két, hét, két hétre a munkából, mert olyan szinten szédülsz még két hétig, hogy nem tudsz autót vezetni egyszerűen, sőt, igazából egyenesen járni se tud, hisz benne babráltak a füledbe. Majd három hónap múlva kell visszamenni megint a kórházba, csekre. Ez alatt a három hónap alatt fogja az ember érzékelni, hogy egyre jobban hal. E, és nekem ugye én mínusz 45-50 decibeles hallással mentem be a jobb fülemre, és mínusz 15 decibelre csökkent a hallás csökkenésem, tehát ez egy nagyon jó érték. Kifejezetten meglepő. Megmondom őszintén nem is nagyon éreztem már a különbséget így a hétköznapokban, tehát tökéletesen meggyógyultnak. Nyilvánítottam magamat. Ellenben mikor kijössz, akkor azt mondják, hogy 6-8 hétig nem lehet pancsizni. Na most az, hogy nem lehet pancsizni, az nem egészen igaz. Ugye körülbelül 6 hét után kiszedik a varratokat, vagy hát igazából ez inkább felszívódik, meg folyamatosan cserélgetni kell a raktapaszt a füleden, viszont ez a szilikon olyan, mint egy kis gyurma füldugót, megveszed, látod, nem drága, és van benne 6 darab, az a lényeg, hogy ne menjen bele víz a füledbe még körülbelül 8 hétig, tehát ha nem csúszdaparkba mész, hanem hanem egy wellness fürdőbe, és be van ezzel a szilikonnal a füled, akkor, akkor, nagy baj nem lehet. Ellenben azt is elmondják, hogy 12 hétig nincs vonat és nincsen repülő. A repülő egyértelmű, mert ugye ott felszáll, leszáll, nyomás, különbség ezt a frissen műtött dobhártya nem viseli el. Ellenben itt Németországban a IC az gyakorlatilag 300 km per órás sebességgel, mikor belerobog egy alagútba, ott is hirtelen akkora nyomáskülönbség van, hogy tönkretelti a dobhártyádat, tehát ezért mondják, hogy 12 hétig vonat sincs. Milyen veszélyei vannak ennek a műtétnek? Egyrészt, ha Murphy nem alszik és a műtétet elrontják, nyilván teljesen elveszheted a hallásodat. A másik dolog az, hogy a dobhártya mögött itt keresztben van egy videó, egy olasz, Doki vette föl, a linkjét berakom alá, a videó alá. Végig tudjátok nézni, hogy hogy zajlik egy ilyen műtét, és ott látjátok, hogy egy ilyen fehér idegszál húzódik közvetlen dobhártya mögött. Ez az idegszál felel az izlelésért és az arcizmok mozgatásáért. Hogyha ez az idegszál megsérül, akkor gyakorlatilag el lehet veszíteni az ízlelőképességedet, és hát lebígyelhet szemed, szádi és olyan stalóne félarcu leszel, de a műtét után többször is el kell menni ilyen ízlelő vizsgálatra, hogy nem e történt valami baj, nagyon kis százalékban ö, sértik meg ezt az ideget. És most jön az, amit ők nem mondanak el, hogy hiába telik el a 12 hét, a repülés még mindig egy elég nagy veszélye ennek a dolognak, ezért érdemes minden repülésnél ezt a FlyFit Alpine márkájú füldugót használni, hogyha repültök, mert ez meggátolja a, a nagy nyomásváltozást a fülben, és nem jártok úgy, ahogy én jártam. Pár hét ezelőtt hazarepültem Budapestre tárgyalásra, és ahogy randultunk Budapesten, valószínűleg túl gyorsan emelte a pilóta a kabinnyomást. Nem szakadt be a dobhártyám, de ez a titán implantátum elindult a fülembe, és elég nagy kárt okozott. Lett egy középfülgyulladásom, tehát mire leszállt a repülőgép, addigra megint szédültem, mint állat. Hány volt, zúgott a fülem, mint őrült, és mint hogyha Kylo Ren dízel meghajtású fénykardját bele volna a fülembe, olyan szinten fájt a fejem. Kedden repültünk oda, szerdán repültünk vissza, a csütörtökön rongyoltam a kórházba, hogy gyerekek baj van, és e, megint csak fülvizsgálat. Látszott a fülvizsgálaton, hogy már nem volt különbség a belső fül, külső fül hallása között, tehát már a belső fül sem hallott egyáltalán. Most egy ilyen mínusz 50 decibeles halláskárósodáson van. Kialakult egy középfülgyulladás, úgyhogy 3-4 e, napra, négy napra fektettek be a kórházba, ez a négy nap alatt intravénásan kaptam az antibiotikumot a középfűgyulladásra, illetve a kortizont. A kortizonnak, mint mondtam, az a feladata, hogy a szédülést és a fűzúgást elmulassa. A szédülést elmulasztotta, de a fűzúgást egyáltalán nem, tehát még mindig gyakorlatilag egy ilyen sípolással élek 24 órát. De a kortizonnak vannak nagyon rossz mellékhatásai. Egyrészt lesz, gyengíti az immunrendszer, tehát én betegebben jöttem ki a kórházban, mint hogy bementem, mert közben megfáztam. 20-as körüli cukrom lett tőle, és 200-as vérnyomásom. Tehát ezért a négy nap, négy nap után már nem adhatják, mert ugye akkor a cukor és a vérnyomás gyakorlatilag megöli az embert. És most ott tartunk, hogy dokik nem tudnak mit csinálni, ugye tönkrement a belső fülem, várunk három hónapot, hogy hát ha meggyógyul magától, és akkor három hónap után pedig eldöntjük, hogy, hogy mi legyen, hogy megint meg kell műteni, vagy, vagy vagy így marad. Illetve, hogyha meg kell műteni, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy szedjék ki, mert hogyha egy nyaralásra utazok el, és megint ez történik, el akarok menni mondjuk Sziciliába, hát semmi nem is egy héten keresztül szicíliai Kórház négy sarkát nézni, mert azért, mert lett megint egy középpfő hozzáteszem, hogy most már megrendeltem, és meg is jött, itt van, ilyen pici ez a füldugó, amit repüléshez lehet használni. Az egész dolognak a tanulsága az, hogy ne várjatok sokáig, hogyha fül problémátok van, mert meg tudják javítani, most eltekintve ettől a repülős balesettől, azért a titán implantátum, amit beraktak, és tényleg nem volt egy olyan kibírhatatlan élmény az egész műtét, gyakorlatilag tökéletesen megjavította a hallásomat, és ha egy jó fülorgégészhez mentek el, akkor van esélyetek arra, hogy megint halljatok. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, ha nem tetszett, írjátok meg kommentben, hogy mit csináljunk másképp. Nagyon szépen kérlek benneteket, hogy mindenképpen osszátok meg ismerőseitekkel ezt a videót, azért, hogy esetleg az az információ, amit itt elmondtam, ugyan nem vagyok orvos, és csak a saját tapasztalataimat mondtam el, hát ha nekik is segít a jövőben különböző hallásproblémákkal, problémákkal, illetve az nekünk is segít, hisz minél többen látják a videót, annál többen iratkoznak esetleg fel a csatornára. Maradjatok velünk legközelebb is, amikor valószínűleg egy teljesen másmilyen témát fogunk földolgozni. Szerusztok!